Maglódon jótékonysági árverést rendeztek az ünnep alkalmából. Az aukcióra 15 helyi művész ajánlott fel alkotásokat 1000-től 35 ezer forintig terjedő kikiáltási áron. A Maglódi Művészek a Gyermekekért Alapítvány, a Magam Egyesület, a Magház és Szeberényi Lajos Városi Könyvtár szervezte kampányban, az árverés végén 233 ezer forinttal gazdagodott a közkassa. Az összegyűlt összegeket a maglódi gyerekek közétkeztetésére fordítják. Ezt a hölgyet is a segítés szándéka vezette. Megnéztem a képeket már a neten is, most eljöttem személyesen megnézni, kinéztem magamnak egy képet, ami nagyon megtetszett, a másik pedig, ami legfőbb ok, hogy segítsem az alapítványt a gyermekétkeztetés támogatásában. Meg lehet kérdezni, hogy melyiket veszi meg? Hát én a Babos László képet néztem, bár van még azon kívül másik három is, ami nagyon tetszik, de azt hiszem, ő a szívem csücske. Azokat meghagyja másnak, ugye? Igen, másnak is legyen valami nagyon szép, jusson. A jótékonysági árverés ötlete nem volt véletlen. Maglódon nagyon sok tehetséges, amatőr és profi művész van, és úgy gondoltuk, hogy jótékonyság az mindig jó, hát akár egy magyar művészetek napján is a felajánlott alkotásokat a maglódi rászoruló gyermekek alapítvány és családjaikért alapítvány javára fordítanánk. A Városi Könyvtár vezetője a himnusz születésének évfordulóját is felidézte kameránk előtt. 195 évvel ezelőtt, 1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a himnusz kéziratát. Erre a jeles alkalomra emlékezve rendezzük meg a Magyar Kultúra Napját a Magházban, a Szeberényi Lajos Városi Könyvtárban is megemlékezünk erről a gyönyörű alkalomról. Varga Zoltán arról is beszélt, hogy miért is jött létre ez a kezdeményezés. A gyermek közétkeztetés javára született meg ennek az árverésnek az ötlete, ahol Maglód legjelesebb képzőművészei és alkotói adtak egy-egy alkotást, de könyvek, dedikált könyvek is szerepelnek a kikiáltandó műtárgyak között. Babos László, Ez lett Júlián volt című festménye mellett Csépe Milla festményét, Balázs Zoltán pedagógus képzőművész tanár úr festményét, Pintér Tibor festményét ugyanúgy megtaláljuk, mint Ludmilla Agafanova Sejem festményét, és egyéb kisebb műveket is. A kisebbet nem értékre értem, de figyeltünk arra, hogy 1000 forinttól 35 ezer forintig, és mélyen a piaci ár alatt, de olyan áron tudjuk ezeket az alkotásokat kínálni a megjelenő közönségnek, hogy bárki hazavihesse, és ebből tényleg arra nem eszél rááldozhassunk, amiért létrejött ez a kezdeményezés. Hagyomány nem beteg, hogy ápolni kelljen, a hagyomány nem rab, hogy őrizni kelljen, a hagyomány csak akkor maradhat meg, ha megéljük őket. Ebben a szellemben szeretném a maglódi babákat kikiáltásra bocsátani, kikiáltási ára az első babának 1000 forint. Megkérdezhetem, szeretné-e valaki 1000 forintért az első babát megvásárolni? 2000 forintot ad érte Huszár Robertról, nagyon szépen köszönöm. A Williams Televízió is részt vett az aukción, és a csipkegömbre adott felajánlásával segítette a helyi gyermekek közétkeztetését, és ezzel hozzájárult a rendezvény sikeréhez is. A Thanks Lengs zenekar pedig koncerttel egybekötött író-olvasó találkozón szerepelt. Könyv zömében rólunk szól, egy riportkönyv gyakorlatilag. Többször jártunk nála és meséltünk az életünkről, egész gyerekkorunktól fogva napjainkig, illetve rengeteg kortárs, zenész, rajongó, akik körülöttünk éltek az elmúlt 33 évben. Ezek szerint 33 éves az együttes? Igen, pontosan 33 éves, krisztusi korban vagyunk. Milyen zenét játszanak ki a közönség? Mi rhythm and blues játszunk, ugye az nem blues, ilyen szomorkodós, hanem annak a vidámabb válfaja. Annak idején, mikor elkezdtük, akkor a 60-as évek zenéhez nyúltunk vissza, és ez olyan kuriózumnak számított, hogy rengetegen jártak hozzánk, és hát végülis ezt a zenei alapmagot, ezt meg itt tartottuk még most is, annyi, hogy azóta írtunk saját számokat, adtunk ki két CD-t, és a saját számokkal vegyítve játszunk ugyanezeket a régi feldolgozásokat. Hány évesek tapsolnak önöknek? Gyakorlatilag mondhatnám, hogy a nyugdíjas klubok, korosztálya, bár ez így nem pontos, mert ha a gyerekek jönnek, fiatalok, tínédzserek, ők ugyanúgy élvezik ugyanezt a zenét. Van ennek egy ős ereje, ennek a zenének, magával ragadja a közönséget, és előbb-utóbb mindenki föláll és elkezd ugrálni. A könyv az kinek szól, az életrajz
olvasóknak, életrajzot olvasni szeretőknek, vagy a zene szeretőknek, vagy kinek céloznak? Azt hiszem, hogy nem határoztuk mi meg ezt a célt, hogy kinek írják, hogy kinek íródjon ez a könyv, hanem a Zsolt, a Berta Zsolt az író, fantasztikus regényei vannak, és a Jancsi Szög című könyve olvasása után született meg a gondolat, hogy velünk is írna egy könyvet, mert az is egy ilyen korrajz. Mondjuk az a könyv a rendszerváltozás idejét dolgozza fel, egy fantasztikus, remek mű. Van benne szerelem, kaland, mind a rendszerváltozás politikai színezete is, de rendkívül olvasmányos, és valahogy ez hozta bennem azt az érzést, hogy megkértem őt, hogy mi is ehhez a korosztályhoz tartozunk, hogy esetleg így is hagyunk valami nyomot magunk után. Következő 33 évben mik a tervek? Egymás temetésére járni. Miért pont ma tartják a könyvbemutatót? Hát az oka leginkább az, hogy ma van, ugye január 19-e a Magyar Kultúra Napja. És itt kaptuk a lehetőséget, hogy itt Maglódon is megmutathassuk a könyvet a környékbeli rajongóinknak. A könyvbemutatón a szerző Berta Zsolt mutatta be a kötetet és az együttest. A Kívül mindenen címet viselő könyv a 33 esztendős együttest mutatja be. A Tengslengs nem zenekar, hanem gyülekezet. A Túros Gyuri a prédikátor, a Kamarás Zoli a kántor, a Szepesi Tomi meg minisztrál. A Terényi Bandi, ő méri a misebort. És pont olyan vegyes a közönség, mint a templomban. Csak a vallásuk tartja össze őket, semmi más. A vallásuk pedig, na ez jó kérdés, a zene. Az van máshol is, és helyenként van jobb is. A tánc, a buli, ahhoz egy magnó is elég. A zenekar maga? Hát nem éppen azok a sztárarcok, akiket vallásos rajongással szokás körbevenni. Hát akkor én nem tudom, de biztos, hogy van itt valami, ami összetart, és valakik, valamik, amik összetartoznak. Mondom tisztára, mint egy gyülekezet. Tágabb értelemben a kor is ilyen volt, amiben a zenekar született és cseperedett. Az államhatalommal, annak apparátusával, a konszolidálódott, illetve már megalkodott társadalmi berendezkedéssel szemben új vallások születtek. A művészet egy jókora szelete is egyik jó volt ezeknek. Az ilyen művészeten belül az irodalom, a képzőművészet, a filmgyártás és a színház csinálás is vallások lettek, hívek szerveződtek köré, benne, s mindközött a legszabadabb, legösztönösebb, legérzékibb és legbefogadóbb vallás a zene, a rock and roll, mint gyűjtőfogalom és életérzés volt. Legalábbis akkor ilyennek láttuk, éreztük. Ezért lesz a fiatalok vallása, a művészete elsősorban mindig is a rock and roll, akkor is, ha éppen punknak vagy grunge-nak hívják. Ezen belül lett akkor a Tengslengs amolyan szakadár egyház. Nem tartozik sehova. Őjáró és önfenntartó. Kívül van mindenen, még a nagy zenei anyaegyházon is kívül. Az is kérdés, hogy akart-e egyáltalán valaha belül lenni. Hát persze, 30 évre visszatekintve mindig sok kérdés merül fel, bármiről legyen is szó. We'll be right back.